A tartalmát. A játék, amely beszippantja a fantázia világba a játékosait, még működik. A régi barátok akaratuk ellenére visszakerülnek a következő pályára. De a felállás már egészen más, mint legutóbb. Miután Spencert beszippantja a pogra, három régi haverja természetesen kötelességre érzi magát, hogy megpróbálja kimenteni. Azt hiszik, az ismerős terepen könnyű boldogulnak majd, de nem számolnak vele, hogy néhány új játékos minden megváltozta. Spencer nadapja és annak nyugdíjas haverja is követik őket, az avatárok összekeverednek. A tétek nőnek, a dzsungel ilyet behavazott helyeken és horrorsivatagban kell megoldani a feladatokat. Ráadásul már startvonal kiderül. Ezúttal egy játékos nem került ki élve a Jumanji-ból. 2019. december 12-én. Na hát, lássuk is hozzá. Tehát alapvetően tényleg erről szól maga a film, de ott miért kerülnek vissza? Hát tulajdonképpen azért, mert Spencer visszament valami jobban a játékba tulajdonképpen, hogy újra az legyen, aki volt 2017-ben, tehát a Val Rugebe újra érezze azt, mint akkor, és ugyebár hisz tart útba egy kis szünetet a barátnőjével a második rész után, és elvileg azért. Úgyhogy ja. No, de nézzük a pozitíva, a negatívat. Hát pozitívként ki tudom emelni, hogy most jó volt újra hallani, tehát azt, amikor úgy legalábbis a film vége felé azt a tánc, zenés tánc harci jelenetet. Tehát ugyanaz a zene előveszi a rádiót, és akkor a lán az elkezd harcolni. Csak nem azt mondja, mint a Várjuk-e-be, ki akar táncolni. Azaz, hogy tudtok-e táncolni, hanem itt azt mondja, ki akar táncolni a mellasszóra. Hát az olyan eszféles lán volt. Hát, szia. Meg amikor jönnek a struccok, na hát az a gyerekesen, hát az egy fantasztikus volt, és közben lehet hallani, hogy du-du-du-du-du-du-du. Ja. És de a vége felé is volt, amikor hát ilyen majomfélék ültözték őket, de ott miért? Azt nem tudni tulajdonképpen, tehát az nem derült ki amúgy. De hát játék játék, úgyhogy ez van. Úgyhogy ja. Azért még jó volt, hogy itt pár új szereplőként ez a két öreg is bekerült tehát a játékba, de hát annit nem tudtak elhinni, most a játékba vannak, vagy a Mennország, vagy ez az alvilág, tehát ja. És tudok újra mozogni, úgy 70-80 évesen, és most még ilyen fiatal, hiha, hogy ja. Negatív. Mert van. Azt kell mondjam, ez nem lett annyira jó film. Tehát folytatásként elmegy, de miért lett ez annyira gyenge? Itt az előző két rész. Azért tulajdonképpen, mert ez... tehát nem tudom miért. Azt kell mondjam, nagyon kevés volt benne a humor. Tehát nem annyira lett viccesebb, mint a második rész. És én ezt nagyon sajnálom. Pedig ugyanaz a rendező, mint a második részben. De valahogyan ez nem jött be. Tehát van benne a humor, most nem azt mondom, főleg a két öreggel. De valahogyan az az érzésem, hogy most nagyon kevés volt benne a humor tulajdonképpen. Úgyhogy ja. Én azt kell mondjam, amúgy nem volt rossz, de nekem az előző rész az jobban bejött. Úgyhogy ja, úgyhogy én 90%-ra értékelem, kevesebb, mint a Google, de hát most ez van. Úgyhogy ja. Na hát rendben tetszett ez az újabb filmes kritikám, úgyhogy itt vagy dobjatok rá egy lájkot is, vagy iratkozzatok fel a csatornámra. Én Horváth Péter voltam. Sziasztok!